Zürgombolcok, itt vagyunk és szelfizünk, ahogy ígértük. Az a baj, hogy mindig azt mondják, hogy az én fejem nem fér bele, de most a te fejed nem fér bele ebbe a szelfibe. De mi is ez pontosan? Mit fogunk csinálni és mit fogunk hallani? A sportarénában most hétvégén lesz a Kid Expo, ez az őszi-téli időszak legnagyobb családi rendezvénye, és idén először a Kiwi TV és a Zürgombolcok is ott lesznek a rendezvényen, lehet velük személyesen találkozni, újabb kalandokba bocsátkozni, szelfizni, ahogy ezt most te is tetted. Egyébként a rendezvényen több mint 200 ingyenes program várja a látogatókat, ott lesznek a legújabb játékok, lesznek színpadi bemutatók, Alma zenekarnak lesz koncertje, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes kilátogatni. Azt hiszem, hogy a napunk egyik fénypontja már eleve az, hogy itt van egy Zürgombolc, szia! És te szelfizhettél is vele, szerintem én sem fogom kihagyni a lehetőséget, de hát azért ez sokkal többről szól ez a rendezvény, mint a csak kizárólag a Zürgombolcokkal való szelfizésre, bár már pusztán azért is érdemes meglátogatni. Igen, így van, tehát nagyon-nagyon sok program és hasonló izgalmas találkozások várják a hozzánk ellátogatókat. Szinte az összes gyerek-tévé csatorna sztárjaival lehet kint találkozni, és a karácsonyi sláger játékokkal is. És hát gondoltunk az anyukákra, meg az apukákra is, az apukáknak lesz egy bortrezor, ahol a karácsonyra készülve meg lehet majd kóstolni a legújabb borokat, pezsgőket, meg anyukáknak is lesz egy átalakító szalon, úgyhogy szerintem amíg a gyerekek például Zürgombolc sorozatokat néznek, vagy fotózkodnak, addig a szülők is jól tudják érezni. Ugye, hogyha jól tudjuk, akkor a TV2 szempontjából ugye ott lesz Ördög Nóra, aki a gyermeknevelésről fog ugye beszélni. Így van, Ördög Nórának színpadi programja is lesz, de személyesen is lehet vele beszélgetni majd így a gyereknevelés kérdéseiről. Meg hát gondolom Nóra is fog szelfizni. Igen, én megkérdezném a Zürgombolcot, hogy jól érzi-e magát itt nálunk, és egyébként mennyire várod a rendezvényt, és mit gondolsz, lesz-e nálad magasabb gyerek a hétvégén? Hát szerintem nálam magasabb gyerek nagyon nem lesz. Nagyon várom, hogy újabb ismerős vagy új arcokkal találkozzak a rendezvényen. Nem nehéz egy szemmel minket nézni? Hát fura dolog, hogy az embereknek két szemük van, és nekem csak egy olyan, hát olyan kicsit félszegnek érzem magam, de mindenkinek megvan a saját maga. Ugye a Kiwi csatornán vagytok láthatóak, egyébként a többiek is veled tartanak? A többi Zürgombolc is veled lesz a rendezvényen? Hát úgy tudom, csak egyedül én leszek. Aha, egy de lehet, hogy elhozok magammal pár barátomat. Uh-huh. Mennyire tudjátok azt, hogy mondjuk mennyien fognak érkezni, vagy mennyi látogatót vártok, mennyire családbarát a rendezvény, vagy mondjuk mennyire inkább a gyerekekre összpontosul? Abszolút családbarát a rendezvény, mert tényleg mindenkinek próbálunk programokkal készülni. Körülbelül 30 ezer látogató lesz egyébként a hétvégén. Hát az arénában sokan elférnek, van sok program is, úgyhogy remélem mindenki megtalálja majd a kedve szerint valót. Akkor az, hogy említetted, hogy bortrezor a férfiaknak számunkra, viszont... Hát ezzel, hogy kicsit a családokat akarjátok csábítgatni, gondolom, abszolút, hogy ne csak az anyukák látogassanak. Hát igen, most ugye jön Mikulás, meg karácsony, úgyhogy minden fókusz a gyerekeken van, de azért szeretnénk, amennyire lehet élvezetessé tenni a szülők számára. Arról még nem beszéltünk, bocsánat, hogy milyen korosztályú gyermekeket vártok, ugye, hogy milyen korosztályt tud lefedni ez a hétvégi rendezvény? A Kid Expo rész, ahol ugye Zürgombolcokkal is lehet találkozni, ott 3 és 10-11 év közötti gyerekeknek lesz nagyon-nagyon sok program, de van egy testvérrendezvényünk is, a Baba Mama Expo, ami inkább a kisebb babáknak szól, úgyhogy gyakorlatilag 10 éves korig bárki szerintem nagyon jól tudja. Te egyébként Zürgombolcként van valamilyen fellépésed, vagy igazából jössz-mész, gondolom nem tudsz énekelni, táncolni, vagy van valami fellépésed? Jövök a gyerekek között és beszélgetek velük, aha, meg szelfizek. Milyen kedvenc témád van? Tehát, hogy a saját magadat kéne bemutatnod, akkor mi az, amit most elmondaná nekünk? Hát itt a Földön, ami nekem így nagyon tetszik, mint film, az a Star Wars, mert úgy érzem kicsit, hogy a velem egy cipőbe járókról szól, uh-huh, egy messzi-messzi galaxisban. Ha magamat kéne bemutatnom, én egy ilyen kis felfedező vagyok, aki szeretnék minél többet megtudni erről a ti világotokról. Nagyon szépen köszönjük szépen. És akkor a családi rendezvény hétvégén várja a gyerekeket, de a felnőtteket is, és az egész családokat. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!